Sziasztok, Gábor vagyok, és a Techbarátot nézitek. A Xiaomi egyik almárkája, azaz a Huami, rendkívül jó okosórákat dobott már piacra az utóbbi években, kezdve az egészen olcsóktól a drágábbakig, a kicsit gyengébb minőségűektől a prémium kategóriáig, és ezt én magam is megtapasztalhattam az utóbbi években, ugyanis boldog tulajdonosa voltam egy Amazfit Bipnek, ami egyedülálló volt az úgynevezett transzreflektív kijelzőjével, melynek köszönhetően folyamatosan lehetett látni az óra számlapját, mégis több mint 30 napos üzemidővel rendelkezett, persze átlagos felhasználás mellett. Körülbelül 2 év után azonban, köszönhetően a gyengébb minőségű összeszerelésnek, gondolt egyet a kijelző és elvált a háztól, amit persze sikerült ugyan visszaragasztanom, de elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet itt lenne az idő egy kicsit prémiumabb órára váltani, lehetőleg AMOLED kijelzővel, GPS-szel, de 2-3 napnál azért jóval hosszabb üzemidővel. Így jutottam el az Amazfit GTR és GTS szériákhoz, melyekből ugyan már második-harmadik generációs óra is piacon van, viszont én egy nagyon kedvező ajánlatnak köszönhetően a GTR 47 mm-es kiadása mellett tettem le a voksom, és nem bántam meg egyáltalán. Hasonló szögletes dobozban érkezett, mint amilyen a Bipnek is volt, annyi különbséggel, hogy ezen már nem szégyelték kiragni az óra képét, ami valóban nagyon szép és elegáns. Leemelve a doboz tetejét, már is az óra tárul elénk, és bár a 47 mm-esre nekem kicsit soknak tűnt, és azt gondoltam, hogy a nem túl nagy informatikus művész kezeimhez, kézfejemhez képest hatalmas lesz, amikor kézbe vettem, majd fel is csatoltam a karomra, ez a félelmem amúgy teljes mértékben elszállt. Az óratartójának a dobozát kiemelve még 2 rekeszt találunk alul, amelyekhez oldalról tudunk hozzáférni egy kis fóliahúzók a segítségével, a bal oldalon találjuk az óra töltőjét, amely itt már nem ilyen bepattintós töltőbölcső, hanem egy mágneses, 2 pines csatlakozó, amit nagyon egyszerűen az órához tudunk illeszteni. A jobb oldali rekeszben egy kicsi, ám annál vastagabb és többnyelvű használati útmutatót fedezhetünk fel, amire igazából nem is nagyon lesz szükségünk, ugyanis az óra beállítása, használata gyerekjáték lesz. Beszéljünk először magának az órának a fizikai felépítéséről, paramétereiről. Ahogyan már említettem, a 47 mm-es méret elsőre tűn nagynak, a valós mérete azonban 47,2 x 47,2 x 10,75 mm, és a tömege mindössze 48 g, tehát a viselése is rendkívül kényelmes lesz, szinte észre sem lehet venni, hogy ott van a karunkon. Az órának a háza rozsdamentes acélból készült és sötét szürkében, illetve ezüstben érhető el. Én az előbbit rendeltem, és azt kell mondanom, hogy a barna bőrszíjjal rendkívül elegáns párost alkot, ugyanakkor nem túlzottan, tehát akárhol is legyen jelenésünk, legyen az valamilyen rendezvény, vagy akár csak sporttevékenység, sehol nem fog kilógni a sorból. 1,39 incses AMOLED kijelzővel rendelkezik, melynek a felbontása 454x454 pixel, a képsűrűsége pedig 326 ppi, a maximális fényereje pedig erős napsütésben is elegendő ahhoz, hogy szabadtéren is le tudjuk olvasni a kijelző tartalmát. Mivel AMOLED panelről beszélünk, azt mondanom sem kell, hogy nagyon szép és élénk színekkel rendelkezik, a betekintési szögei pedig rendkívül nagyok, és szerencsére a sérülések ellen is kapott védelmet, ugyanis Gorilla Glass üveg biztosítja. A ház jobb oldalán fogunk találni 2 gombot, mindkettővel be tudjuk kapcsolni a képernyőt, míg a felső hosszú megnyomásával a kikapcsolás újraindítás menübe tudunk belépni, addig az alsó gomb funkciója az óra beállításai között testre szabható, és hozzárendelhetjük az aktivitások indítását, az időjárást, események emlékeztetőjét, vagy a telefonra érkezett értesítések listáját tudjuk böngészni. Én ez utóbbit állítottam be, így könnyedén el tudom olvasni az értesítéseket, amelyeket ha egyszer megnyitottatok az órán, akkor eltűnik a telefon értesítései közül, és fordítva ugyanez. Számomra mondjuk ez egy kicsit furcsa volt a kezdetekben, de ha belegondolunk, logikus a funkció, ugyanis ha valahol egyszer elolvastuk, akkor minek legyen a másik eszközön még ott. Visszatérve az órához, alul fogjuk találni a szokásos érzékelőket, amivel a pulzusunkat, alvásunkat tudjuk majd monitorozni. A szíj nem csak elegáns, de könnyen cserélhető is, ugyanis egy 22 mm-es szabványról beszélünk, amit egy pöcök elhúzásával el tudunk távolítani, és ugyanilyen egyszerűen ki tudjuk cserélni egy másikra. A készülék belsejében kapunk még jó sok mindent, a Bluetooth mellett GPS-t, beépített gyorsulásmérőt, légnyomásmérőt, fényérzékelőt, valamint egy 410 mAh-s aksit, melynek az üzemideje szerintem brutálisan jó, persze abban az esetben, hogyha odafigyelünk pár dologra. Mivel AMOLED kijelzőt kapunk, elérhető az Always On Display funkció is, ami mondjuk annyiban szabható csak testre, hogy választhatunk egy analóg és digitális óra között, amivel még nem is lenne nagy baj, de az én méréseim szerint sajnos egy óra 1% mínuszt jelentett még a legalacsonyabb fényerőnél is,
Vagyis durván 3-4 nap alatt csak amiatt le tud merülni, hogy ez a funkció be van kapcsolva, és akkor az értesítésekről vagy GPS használatról még nem is beszéltünk. Amennyiben viszont kikapcsoljuk az Always On Display-t, akkor nagyon durván megnő az üzemidő átlagos felhasználás mellett, ami az értesítések fogadását, alvásfigyelést takarja, ugyanis 25 nap alatt ment le a töltöttség 46%-ra, ami szerintem nagyon komoly teljesítmény, ne beszélve arról, hogy itt több mint egy havonta kell csak töltenünk, ami ráadásul szintén nem egy őrülten nagy idő, körülbelül 2 óra alatt megvan 0-ról 100-ra. Persze, ha használjuk a GPS-t, akkor a gyártó szerint 1-2 nappal számolhatunk, de még ez sem olyan rossz. Az óra 50 ATM-ig vízálló, vagyis úszni, tusolni lehet benne, vízfelszínen búvárkodni, illetve az eső sem fog ártani neki, ám azt ne felejtsük el, hogy édesvízi használatról beszélünk, valamint a gyártó sem ajánlja, hogy a gyárilag kapott bőrszíjat túl nagy mennyiségű víznek tegyük ki, ehhez rengeteg tartalékpántot lehet rendelni itthonról és Kínából is. Az órán a Huami saját rendszere dübörög, és mivel nem okosóráról van szó, így nem tudunk rá appokat telepíteni, hívást fogadni, vagy mondjuk az NFC hiányában ezzel fizetni. Ettől függetlenül a szoftvere nagyon fürge volt, átlátható, és minden érintéssel rendkívül jól reagált. Ha felébresztjük az órát a felső vagy alsó gombbal, megjelenik a számlap, ahol ha fentről legyintünk lefelé, akkor a gyors funkciókat érjük el, vagyis a zseblámpa funkciót, az automatikus fényerő ki- és bekapcsolását, az alvómód szabályozását, az energiatakarékos üzemmódot és a telefon zárolását is. Ezek felett még láthatjuk az aktuális időjárás, töltöttségi szintet és a dátumot. A főképernyőn balról jobbra legyintve látjuk majd a napi megtett távolságot és az elégetett kalóriát, továbbhúzva pedig egyből pulzusmérést tudunk indítani. Ha a menübe szeretnénk belépni, akkor alulról felfele kell húznunk, és a következő menüpontokkal találkozhatunk, melyeknek a sorrendjét persze tetszés szerint átállíthatjuk. Az aktivitásunkkal kapcsolatos státuszjelentés, időjárás többnapos és napi részletes előjelzéssel, pulzusmérés, a telefonunkon lévő zenelejátszó vezérlése, edzések indítása, ahol 12 különböző sport és aktivitás közül tudunk majd választani, mint például a kül- és beltéri futás, kerékpározás, úszás, hegymászás és így tovább. Ezután találunk egy Activities menüpontot, ahol a korábbi aktivitásainkat tudjuk megnézni, majd a PAI menüt, amiben lényegében annyit tudunk megnézni, hogy aktivitásainkból a rendszer ad nekünk egy bizonyos pontszámot, amelyekből ha minél többet gyűjtünk, annál egészségesebben és aktívabban élünk. A PAI után értesítések, figyelmeztetések, emlékeztetők érhetőek el, a More menüpont alatt pedig még iránytű, stopper és visszaszámláló, illetve a telefon megkeresése funkció is helyet kapott. A beállításokban tudjuk beállítani az Always On Display-t, tudjuk ütemezni, illetve az analóg vagy digitális számlapot kiválasztani, továbbá a képernyő kikapcsolásának idejét is itt tudjuk megadni, személyre tudjuk szabni a jobb alsó gombot, valamint a rendszerről kaphatunk még pár hasznos infót, és direkt a legvégére hagytam a számlapok közötti böngészést, ugyanis itt a 3 legutóbb letöltött számlap közül tudunk választani, és bár a Zep nevű alkalmazásban is tudunk majd több tucat közül választani, én mégis ajánlanék nektek egy olyan programot, ami letölthető a Play Store-ból, Amazfit GTR 47 Watch Faces névre hallgat, amin belül először ki kell választanunk oldalt, hogy milyen nyelvű számlapot szeretnénk, majd a filterek segítségével rengeteg mindenre rá tudunk szűrni a több száz lap közül, ha például olyat keresünk, ami digitális, mutatja a töltöttséget, illetve a lépésszámot, de kizárjuk az elégetett kalóriát vagy az időjárást, akkor csak olyan találatokat fog mutatni. Be tudjuk tenni a kedvencekbe a kiválasztott számlapokat, majd ha rákattintunk, akkor egyszerűen fel is tudjuk tölteni az órára pillanatok alatt. Ehhez persze először szükséges lesz párosítani, és a már említett Zep alkalmazásban hozzáadni az órát a telefonunkhoz, mely amúgy nagyon egyszerű. A telefonunk ugyanis mutatni fog egy QR kódot. Az applikációban rámegyünk az eszköz hozzáadása menüpontra, beolvassuk a kódot, és el is indul a párosítás, ami pár firmware frissítés után be is fejeződik. Ezt követően a nyitóképernyőn találjuk majd a MiFitben is megszokott kártyákat, melyeken az aktivitásaink, testsúlyunk, alvásunk, vérnyomásunk előzményei nézhetőek vissza, a középső fűre kattintva aktivitásokat tudunk indítani, míg a profil alatt tudjuk az alkalmazást is konfigurálni, illetve magát az órát, miután rábögtünk. Az első menüpont az óraszámlapoké, innen is könnyen tudunk bármit feltelepíteni, majd a képernyő feloldása funkció, ezután a bejövő hívások konfigurálása, ahol be tudjuk kapcsolni azt is, hogy jelezze a hívófél nevét vagy számát, majd jön az esemény emlékeztető és ébresztő óra menüpontja, és ezeket követi a talán legfontosabb az alkalmazás értesítések, ahol minden telepített alkalmazást látni fogunk, és egyesével be tudjuk kapcsolni, melyek értesítései jelenjenek meg az órán. Bekapcsolhatjuk továbbá az ülés emlékeztetőt, ha sokáig nem mozgunk például, majd az SMS-ekről szóló értesítéseket, illetve lejjebb az óra észlelhetőségét, viselési módot, hogy bekapcsolódjon-e a képernyő a csukló felemelésére,
De itt tudjuk állítani az óra menüjének a sorrendjét, frissítéseket tudunk keresni, valamint a mértékegységeket is testre tudjuk szabni. Amit nagyon fontos kiemelnem, hogy az óra alapból nem támogat minden magyar karaktert, viszont, mint ahogyan a BIP esetében, itt is van egy egyszerű megoldás. Ehhez mindösszesen le kell töltenetek a Notify for Amazfit and Zap nevű appot. Az app természetesen maradhat fent, csak a frissítés végéig azt ne nyissátok meg. A videó leírásában találni fogtok három fájlt, egy firmware, egy erőforrás és egy betűkészlet fájlt, melyeket le kell töltsetek a telefonra, megnyitni a Notify alkalmazást, és amikor az is csatlakozott az órához, a beállításokban ki kell választani a firmware frissítés alatt a saját fájl feltöltése opciót, és elsőként az FW, majd a RES, majd a harmadikként az FT fájlt feltelepíteni. Amennyiben bármelyik telepítés után a következő nem menne fel, csak újra kell indítani az órát és folytatni. A lényege az az egésznek, hogy gyárilag 9-es verziójú karakterkészlettel érkezik az óra, és nekünk a 11-esre van szükség, ami létezik, viszont ahhoz az azt támogató firmware-t és erőforrást kell feltenni előbb. Ha viszont ezek megvannak, lehet is törölni a Notify appot, megnyitni a Zappet, és onnantól nyugodtan frissítheti a firmware-t, hiszen akkor már a 11-es karakterkészletet támogató firmware-hez fog update-eket keresni, vagyis a betűkészlet teljes mértékben megmarad. Ezt az apró hacket leszámítva, én azt tudom mondani, hogy ez az óra minden tekintetben kiváló, mind megjelenésében, kényelemben, üzemidőben, funkciókban, tudásban. Eddig én minden értesítést kivétel nélkül megkaptam, a szoftverében nem találtam semmilyen bugot, és mivel nem a legújabb GTR-ról beszélünk, így az ára is nagyon kedvező szerintem. Kuponnal, Euraktárból, AliExpressen keresztül körülbelül 85 dollárért jutottam hozzá, ami átszámítva olyan 27 000 forintot jelent, ami egy ilyen óráért abszolút megéri. Én ennyit szerettem volna mondani az Amazfit GTR 47 órájáról, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessetek Facebookon, illetve Instagramon, illetve ha bármilyen kérdésetek, észrevételetek lenne, akkor megírhatjátok a videó alatt, a közösségi oldalakon, vagy a techbarat.hu weboldalon is. Maradjatok velem, hiszen hamarosan jövök újabb tesztekkel és játékokkal. Addig is, sziasztok!